Számos kultúrában és vallásban játszik fontos szerepet a bőjt, ám sokan nem vallási, hanem egészségügyi vagy más egyéb indokból döntenek mellette. Ilyenok ok lehet a méregtelenítés, az immunerősítés, esetleg valamilyen függőség legyőzése. Viszont amennyire hasznos, annyira káros is lehet, ezért csak megfelelő tájékozódás után vágjunk bele a böjtölésbe. Ebben lesz segítségünkre ma este Stadlerné, Budai Boglárka dietetikus. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Szerdán beköszöntött a bőjt, ugye hamvazó szerdával, elköszöntünk a húsfogyasztástól, és hát most jön a 40 nap, péntekenként legalábbis a katolikusok nem esznek húst. De milyen jótékony hatásai lehetnek a bőjtnek? a szervezetünkre. A szervezetünkre és a lelkünkre is jó hatással lehet egy tudatosan megtervezett korlátozása az étrendünknek, hiszen ez lehetőséget biztosít önmagunkkal, a bennünk táplálkozó emberrel kapcsolatot teremteni, hiszen egy ember mindig több, mint a fizikai valósága. Az étkezés, táplálkozás sokkal több, mint üzemanyagfelvétel. Ez nem gázolaj, hogy megtankoltam bele a traktort. Igen, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy milyen lelki állapotban van az ember. Tehát azért erre rá kell készülni, mert hogyha a, az, az egyensúly, a lelki egyensúly megborul, hát akkor igencsak nagy erőpróbának tesszük ki magunkat, hogyha aztán utána neki kezdünk egy bőtöl, bőtölésnek, és, és közben nem sikerül. Igen, ez egy nagyon nagy kudarc vezet, és a tudatos fizikai rákészülés, például bevásárlom a zöldségeket, mellett ebben lélekben való ráhangolódás, hogy én miért kezdek bele ebbe a bőtbe, mert katolikus vagyok, és nagy bőtöt szeretnék tartani, vagy mert szeretnék egészségesebb lenni, szeretném a te szervezetemet tehermentesíteni, nem méregteleníteni, tehermentesíteni, mert a méregtelenítést a szervezetünk önmaga elvégzi, a máj, a tüdő, a veség. A bőr, ezt automatikusan minden áldottnak megteszi értünk. Mi azzal segíthetjük, hogy nem rovunk rá túl nagy munkát, nem kell annyit méregteleníteni, és ebben például egy bőgy, kiválóan a segítségünkre lehet, hiszen például a húsfogyasztás elhagyása, az csökkenti a szervezetnek, a táplálkozásra, az emésztésre fordított. Erejét, energiát. Kevesebb energiával lehet emészteni azokat az élelmiszereket, amik nem tartalmaznak húst. De ez nagyon fontos egyébként, hogy milyen az életmódja az embernek. Tehát ez nem csak a táplálkozással függő, hanem mondjuk a testmozgással. Egy kemény fizikai munkás, hát gyönyörű szépen ledolgozza ezeket az energiákat, és akár még bűnözni is tud, mert, mert hát azt a fajta fizikai megterheltséget, az gyönyörű szépen ledolgozza. De hát milyen fajtái vannak egyébként a, a bőjtnek? Mert van ilyen, hogy léböjt, kúra, meg mindenféle ö, olyan dolog, ami, ami hát van, ami először olyan megrendítő, mm. aztán meglepő, sőt mulatságosnak is tűnik, és aztán végzetes is tud lenni. Ez tökéletesen így van. Alapvetően két fajta bőtöt szeretnék megkülönböztetni, a vallási okokból történő bőtöket. Ezt az adott vallás kultúra részletesen szabályozza. Részletes szabályrendszere van a keresztény egyház nagy részletes szabályrendszere van például a ramadánnak. Ezen kívül a másik fajtája, az egészségügyi okból végzett bőt. És igen, ennek például a léböjtök, káposztaleves kúra. Bár a káposztaleves kúra az inkább egy fogyókúra szokott lenni. Okay. A léböjt is lehet áldásos hatású, de csak bizonyosan rövid ideig tartsuk, hiszen a levegben nincsen fehérje és zsír, amire a szervezetünknek viszont nagy szüksége van. Tehát ne tartson pár napnál tovább, illetve érdemes rá fokozatosan felkészülni, de csak zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, gabonafélét fogyasztani pár napig, majd csak leveket, majd újra egy könnyített tétrend, és utána visszatérni a megelőző táplálkozásunkhoz, és itt megállnék egy pillanatra, hiszen a a egyik lelki aspektusa az, hogy kivonulunk tudatosan az addig életmódunkból, és egy nagyobb fókuszunk van arra, hogy mit eszek, miért teszem, és vissza kellett érnem ahhoz, ami az én megelőző táplálkozásom volt. Mert egy kapkodva az autóban elfogyasztott turos batyú, ám bár ember étel, hiszen nincs benne hús. De az egészséget szolgálja. Vagy hát ahogy. ahogy és ahogy, ahogy, ahogy természetesen. És ez igen. a uh -huh. nyilván az étkezésnél erre tehetünk egy hangsúlyt a alatt, egy ünnep legyen az étkezés. Mert az étkezés több mint energiafelvétel, az kultúra, ünnep és lelkileg közelebb hozhat magunkhoz, illetve nagyon gyakran előfordul örömünkben és bánatunkban eszünk. Megtalálhatjuk bőt során a tudatosítás által azt, hogy megetetem a problémájaimat. Vagy egy haspuffadás, egy hasfájás, az valójában az ételektől van, vagy azt nem vagyok képes megemészteni, ami velem történik vagy nem tudom hallgatni, nem tudom lenyelni azt, ami körülöttem történik, vagy egyszerűen puffadok a káposztától, mert az én vérrendszerem ilyen. Erre például a bőt nagyon hasznos lehet. Igen, azt mondja az egyik barátom egyébként, hogy, hogy egyensúly a fejben, egyensúly a testben, és akkor hozzá lehet most már fogni ezekhez a dolgokhoz. De valójában, ha tudatosan indítom ezt a dolgot, akkor, akkor dietetikus szakemberhez forduljak, mert hogy nincs két egyforma ember, tehát máshogy vagyunk ódolva, vagy így, vagy úgy, de, de mindenkinek más és más véreledménye van az ideálistól. Egy picit eltér erre, arra, ez befolyásolja -e a, a leendő uh, Igen, hiszen vannak olyan betegségek, amikben böjtölni nem ajánlott, például cukorbetegségben, úgy lehet böjtölni, hogy kiiktatni bizonyos élelmiszereket, például a húst, például még a diabetikus édességet is, de például a szénhidrátot akkor is kell fogyasztani, hiszen a szervezetünknek ez egy nagyon fontos Alapa, ö, alapanyag, és súlyos károkat okozhatunk, hiszen az egészség a cél nem pedig egy vércukorszint leesés miatti kóma ö, ezek, illetve kismama korlátozottan bőtölhet, tehát nem éhezhet, de megvonhat bizonyos élelmiszercsoportokat ezt inkább úgy szeretném, hiszen a bőtről van az a változat, ami időben korlátozza az étkezést, vagy az fogyasztható ételcsoportokat korlátozza. Az időben való korlátozás után bármit lehet fogyasztani, ilyen például a ramadán. A katolikus nagybőtnél, vagy a keresztény nagybőtnél időben úgy nincs lekorlátozva, hogy mikor lehet enni, hanem a mit és hányszor. Értem. És ez nem mindegy, egy cukorbeteg időben nem korlátozhatja az étkezését, de ételcsoportokban igen. Uh -huh. Ami érdekes, hogy hát van, aki nagyon, nagyon figyel a szervezetére, edzésekre jár, konditermekbe jár, van, aki elképesztő súlyokat emel. Na most ezt még megtetézi egy bőti időszakkal, mert hogy olvadjanak le a kilók és szálkásítsunk és minden, ebben nincs veszély? de van, mert a túlzott energia hiány nagyon károsítja az anyagcserét, akár több évre előre tudja károsítani az anyagcserét, egy pár hónapos túlzásba vitt edzés, és egy túlzásba vitt bőjt, egy túlzásba vitt kalória és tápanyag megvonás. Nagyon szeretném hangsúlyozni a túlzások. A túlzások, hiszen ha nagyon kemény fizikai edzést végzünk, és a szervezetünk mellette éhezik is, ebből ő azt érzékeli, hogy itt a háború, a világ a nagy éhínség elfogyott. Itt traumát. traumát jelent a jelent, szervezetünknek, ugye? ami nem fog jót tenni, hiszen olyan anyagcsere folyamatokat indít el, ami lecsökkenti a az anyagcserét, a testhőmérséklet csökkenhet, nőknél menstruációs problémákat okozhat, mert ha nagy a zsírvesztés, az elő, megelőzően mindig nagy izomvesztés is. Tehát lehetek én, akarhatok én nagyon szákás lenni, de ha mellett éhezem, abból soha nem leszek nagyon szákás, csak a meglévő izmaim lesznek látványosabbak és egyre kisebbek. A bőrt nem kell, hogy kalória megvonást jelentsen. Akik esetleg túlsúlyjal rendelkeznek, azok először egy vérvizsgálaton vegyenek részt, és utána menjenek dietetikushoz, szakemberhez, vagy mi a, mi a szerencsés hozzáállás? Ez ugye jön a jó-jó effektus, és minden egyéb, és, és újra kezdi előről a, a, a nagyon nehéz hát helyzetet, illetve hát ezt a, ezt a fajta keresztrefeszítést, hogy nem ehetünk semmit, nagyon-nagyon keveset tehetünk, nem nézhetünk arra, hát megvenni meg pláne nem szabad. Igen, alapvetően egyszerre a kettőt javasolt, hiszen a dietetikus mindig orvosi dokumentációból, legalábbis egy minimum egy laborleletből dolgozik, és a páciensből felvett kortörténetéből és élettörténetéből, táplálkozás történetéből, az ő életében való alakulásától, onnantól kezdve, hogy milyen kapcsolata van az ételekkel, hiszen ha valaki túlsúlyos, az sokszor az ételekkel való rossz kapcsolatra vezethető vissza, hogy az ét, muszáj volt mindent megenni a tányérról, és addig eszem, amíg látom, és ha egy pecsenyés tálat látok magam előtt, akkor azt fogom lepusztítani. Vagy mert szomorú vagyok, vagy mert ideges vagyok, vagy mert depressziós vagyok, vagy mert már azt sem tudom a sok diétázástól, mit jelent éhesnek lenni, mit jelent jól lakni. Mert hosszú, kitartó évek munkájával lehet olyan sokat, olyan szigorúan diétázni, hogy már a testünk jelzései elnémulnak, ezért az kapcsolatot kell megtalálni újra a, a testi jelzéseinkkel, mikor laktam jól, mikor vagyok éhes mikor vagyok valójában éhes, és mikor azért szorult össze a gyomrom, mert ideges vagyok. Ez nagyon nem ugyanaz a kettő. Ja, hát nagyon szépen köszönöm a sok hasznos információt, és hát ez egy örökzölt téma, szerintem még visszatérünk erre. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm.